Sziasztok, én Fáj nem vagyok, ez pedig itt a kriptóvadász. Izgalmas hónap előtt állunk, nem sokára érkezik az amerikai inflációs adat, ez egy havi adat lesz, és ebben a hónapban egyébként pedig FOMC bizottsági ülést tartanak. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor dönt az amerikai jegybank erre dedikált bizottsága, hogy emelkednek-e az alapkamatok, vagy nem emelkednek-e az alapkamatok, vagyis hát az amerikai egybanki alapkamat, de mint irányadó kamatráta, ehhez igazodik aztán a bankközi uh, kamat piac is, ha lehet így fogalmazni. Szóval ez egy elég izgalmas hét lesz, mert legutóbb, amikor történt egy kis emelkedés a piacon, akkor az annak volt következménye, hogy a kamatdöntő ülés után tartott egy sajtótájékoztatót a Fed elnöke, aki a Fedet képviseli, Jerome Powell. És a sajtótájékoztatón Paul egyébként mellett elmondta, hogy a Fed ezzel a kamatemeléssel, a legutóbbi kamatemeléssel elérte az úgynevezett semleges kamatszintet, ami azt jelenti, hogy se nem járó hozzá restriktíven, tehát se nem szorítja meg, se nem járul hozzá úgymond konstruktívan, tehát se nem támogatja, se nem építi a gazdaságot. Ez egy semleges kamatszint, amely kamat pályáról nagyon köz könnyű elmozdulni bármelyik irányba, attól függően, hogy éppenséggel mit kíván a gazdaságnak az állapota, és akkor elmondta a jegybank elnök, hogy innentől fogva a Fed úgymond adatvezérelt üzemmódra áll át, ami azt jelenti, hogy a különböző adatokat, mint például az unemployment rate, azaz az amerikai munkanélküliségi adat, vagy a, a, a nyitott pozíciók aránya, azokat az adatokat fogja mindig, gorcsó alá venni, és az alapján mérlegeli majd, hogy milyen irányba kell eltolni a kamatváltozást. És ez nekünk azért érdekes, mert ugye a legeslegfontosabb, mint ahogy ebben a videóban is szó lesz róla, az infláció elleni harc. Ugye picit most közgazdászkodni fogunk ebben a videóban, mert bele kell menni mélyen abba, hogy mit is jelent az aktuális helyzet, ugyanis az elmúlt időszakban előtérbe kerültek azok a hírek, híresztelések, hogy itt emelkedik a piac, aztán utána most mégis egy csökkenés látunk, és ilyenkor összezavarodik az ember, és néha el is szomorodik. Én szoktam azt mondani egyébként, hogy célszerűen kevesebb hírt érdemes fogyasztani. Vagy a klasszikus napi hírek, hogy nem tudom, az ilyen jellegűek, hogy belép az Adidas az NFT világába, vagy, vagy, vagy nem tudom, valaki eladta a kriptóját, vagy valaki most vett egy kriptót, vagy el, e, NFT alapon egy nagyon drága cipőt. Szóval ezek igazából nem relevánsak. Arra jó, hogy összezavarodj, hogy ha távolabbi kamera nézetből nézed, akkor az eldöntő kérdésed az az, kell, hogy legyen, hogy a kriptopiac életképes a hosszú távon, vagy nem. Ha azt gondolod, hogy életképes, akkor természetesen a dollar cost averaging stratégiával az az, hogy mindig valamilyen időközönként vásárolsz, illetve a portfólió átlagoló stratégiával, az egyharmonos vagy az egyötörölő stratégiával, illetve a hedge és ezen belül van a half hedge stratégia, azaz a különböző terpesz stratégiákkal, ahol terpesz pozíciókat nyitsz, hogy lefedezd a, a long és a short irányt is, de mindez tokenizálva, nem futures-ökbe, szóval hogy, ne lehessen téged kényszerlikvidálni. Szóval az ilyen jellegű stratégiákkal meg tudod oldani azt, hogy részt vegyél a piacban aktívan, és pénzkeres belőle, a most elültetve a magokat, mert nyilván mindig az esőtrend az, ami a jövő bajnokait Kineveli, és pont. De ebben a videóban most lényegében átvesszük, hogy mire lehet számítani az én véleményem szerint, és ugye velem tartasz, azt gondolom, hogy meg fogod érteni, hogy hogyan alakul most éppenséggel a globális gazdasági trend. Ha nem szeretnél maradni az ilyen jellegű videókról, azért javaslatom, hogy iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Megmondom őszintén, én soha nem szoktam feliratkozni egyetlen YouTube csatornára se, de tudom, hogy ezt mindig el kell mondani, mert így működik a YouTube algoritmusa, hogyha egyébként lájkolod like ezt a videót, akkor az azért jó, mert többek kezel tud jutni ez a videó, és hogyha többekhez eljut, egyébként annak a küldetés tudatában valóban hiszek, hogyha többekhez eljut a videó, akkor egész egyszerűen nem ö, megalapozatlan információk vannak keringeni. Ténylegesen jó, én megmondom őszintén, és nem nagy képűség, vegye le róla mindenki azt a sapkát, hogy, hogy nagy képűnek akarok tűni, de tök jó dolognak tartom azt, hogy az elmúlt időszakban szembe jött velem jó néhány olyan dolog, amit itt a csatornán elmondtam már párszor, és ez ténylegesen jó dolog azért, mert azt gondolom, hogy ha olyan információk keringenek, amik ilyen szinten mondjuk megalapozottak, mert információkra, objektív információkra épülnek, mint amiket most itt a videóban is el fogok mondani, akkor azok támogatják a közösségi döntéseket. Mindenkinek az a jó, ha olyan infok a fodrásznál a konditerembe, vagy bárhol, a, amelyek valamilyen szinten megalapozottak. Mert ugye általában az emberek úgy szoknak befektetési döntéseket hozni, hogy valakitől hallották, hogy most kell venni, vagy most kell eladni. Hát gondolj bele, hogy az a valaki, akitől te hallottad, ha valamilyen megalapozott információra építi ezt, akkor az ez a te érdeked is, ezt pedig úgy tudjuk elérni, hogyha ezek a tartalmak minél több emberhez eljutnak, egyébként ennyi, és pont ezzel kapcsolatban. Ha pedig szeretnél, akkor csatlakozz zárt közösségünk, ez a Magyarország legdinamikusabb uh, zárt közössége, nagyon segítőkész közösség válódott össze, tényleg ezt tudom mondani, és azért zárt a közösség, hogy ne kelljen senkivel szkanderozni, ugye a, szkripto, a kriptoszkeptikusokat mi kizárjuk, uh, nincs értelme velük foglalkozni, nem akarunk senkit győzködni, más egy győzködjön minket, ez ugyanolyan, ezt már elmondtam más akkor az oldtimer fanatikusoknak sem kell meggyőzniük a nem oldtimer fanatikusokat, a Rolex óra gyűjtőknek, vagy a, a múzeális értékeket gyűjtőknek, a numizmatikai érmékkel rendelkező, vagy értékkel rendelkező érmék gyűjtőinek sem kell meggyőznie a nem érmegyűjtő közösséget, stb. 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 Szóval igazából senki nem akar fájtolni senkivel, egész egyszerűen tudás alapon szeretnék létrehozni egy olyan közösséget, ahol a közösségen belül áramló információk azok ténylegesen a, megalapozottak tudnak lenni, és ebben azt gondolom, hogy a közösségünk ténylegesen nagyon segít Mert Az előző hónapban is rengeteg anyagunk a, fölkerült, heti elemzések, projektbemutatók, részvénybemutatók, ugye végigmegyünk most a blue chippeken, és mindig blue chippel kapcsolatban elmondunk egy csomó mindent, altcoin bemutatók, nem tudom, hogy tudtad, de például, hogy a dogecoin, amit vélem sem szeretnék vételre ajánlani, de a dogecoin, amit klasszikusan memecoinként azonosítanak, ő például már a a Elon Musk féle Starlink hálózaton keresztül rádióhullámokon, rádióhullámok útján tranzaktálásra került egyszer, ami egy elég nagy hír, én azt gondolom önmagában, de ami nagyobb hír a Dogecoin élete, ö, Életútja kapcsán például, hogy nem csak az Ethereum fog átállni posra, az Proof of Stake-re, hanem maga a Dogecoin is, ezen dolgoznak a hálózaton. Ráadásul úgy, hogy Vitalik Buterin is, ugye az Ethereum egyik alapítója, ő is besegít ebbe a fejlesztésbe, szóval ezt például kevesen tudják, de ilyenekről beszélgetünk, ilyen anyagokat publikálunk az átközösségünkbe, ahol hát néha kimondani is furcsa, hogy, hogy ez a Patreon nevű felület az, amin keresztül el lehet jutni, de azért mert a Patreon az, ami lényegében tagsági jogosultsági szinteket tud kezelni, és ezek a tagsági jogosultsági szintek segítenek ahhoz, hogy, hogy elérhető legyen számodra, ha belépsz a discord és az összes ilyen anyag visszamenőleg is. És hogyha nem szeretnél lemaradni például a kriptopiasznak a fejlődéséről, hogy hogyan kell stratégiai portfólióépítéseket eszközölni, hogyan kell lényegében projekteket felkutatni, akkor neked készült a kripto tudásanyagunk, ez egy ATO Z kripto tudásanyag, ez egy videó oktatóanyag, el szoktam mondani, és ez itt lényegében a reklámhelye, mert reklámokat nem tartalmaznak a videóink, és én minden reklám megkeresést szoktam utasítani. Szóval lényegében ez egy gyakorlati kriptotudásanyag, csak itt tudom elmondani, mert azért készült, hogy ez is minél többekhez eljusson, mert tényleg átveszi az alapokat a tozéig sziklaszilárdan, és azoknak is segít ez az anyag a visszajelzések alapján is, akik egyébként haladók, segít bevezetni a kriptopiac világába, segít megérteni a különböző fogalmakat, segít el navigálni téged a decentralizált pénzpiacok világában, és segít mondom portfólió stratégiákat kidolgozni, és tartozik hozzá egy 32 oldalas leírás, ez a leírás tartalma azt, hogy hogyan tudod a scam projekteket elkerülni, az ehhez való hozzáférést megtalálod a videó alatti kommentben, és van egy, hát ez egy magasabb szintű oktatóanyag, ez tényleg azoknak ajánlom, akik szeretnék milyen megérteni a kriptopiacot, akik szeretnék látni, hogy on-chain analitika alapján hogyan működik a kriptopiac, ez a blokklánc analitika kurzusunk. A blokklánc elemzés kurzus több mint 56 leckéből áll, ez is egy videó kurzus egyébként, és 56 leckén keresztül vesszük át azt, hogy hogyan kell értelmezned a nyilvános mozgásokat a blokkláncon. Hogy a kriptopiacon a tranzakciók nyilvánosak. Lehet látni, hogy mit csinálnak a bálnák. De nem csak a bálnákat lehet látni, hanem hogy az utoljára tranzaktált érmék aránya mekkora a hálózaton, hol van átlagosan a rövid távú birtokosoknak az átlagos bekerülési ö, ö, értéke. Hát gondolj bele, hogyha tudod azt, hogy a piacon kik hol vették a bitcoint, akkor tudod, hogy mely az a, melyik az a szint, ahol a piac többsége mínuszba kerül a befektetésével. Tehát mi az a szint, ahol, mint hogyha elér a bitcoin, akkor érdemes aggódnod. Tehát ezek, ö, azt gondolom, hogy mind olyan információk, amik nélkül igazából csak vaktában lövöldözik az ember, ezt egyszer kell megtanulnod, és ez a tudás úgymond örökre a tiéd lesz, és mindig hasznosítani fogod tudni a befektetésid, döntéshozatalod során. Ez segít meghatározni a piac alsó kvartiliseit, hogy mikor érdemes elkezdened például díszlizni, van a DC stratégia, de önmagában az nem elég, hogy DC Mikor kell elkezdeni DC A, a profit realizálás is egyfajta fordított DC szerint szokott működni, legalábbis az én esetemben. De, de hogyan tudsz fordított DC vel kiszállni? Mikor érdemes elkezdened kiugrani a piacból, ugye FIFO szerint, vagy first in, first out szerint? Szóval ezek, ezekkel mind-mind-mind analitikai eszközökre van szükséged. Ebben segít a videó alatti kommentben megtalálható elérésen elérhető blokklánc analitika kurzusunk 56 leckével. Most pedig akkor kezdjünk. Az a helyzet, hogy a, az infláció az, ami most leginkább mozgatja a piacokat, és ez nem is, nem is meglepő, hiszen egy nagyon furcsa dolgot látunk most itt kialakulni a piacon, és ez egy picit lehet, hogy itt az elején száraz lesz, de igényem, hogy próbálom visszafogni a grafikonokat, próbálom izgalmasat tenni ezt az anyagot is, de muszáj, hogy ezt megértsd, mert hogyha nem érted meg, akkor állandóan csak a fejedet fogod kapkodni a hírekre, és úgy érzed, hogy ez a piac semmi nem múlik, teljesen kiszámíthatatlan, egy gambling, egy szerencséjátékozás, és nem neked lesz való. És a végén, hát akár, akármit szeretnél, hogy azt szeretnéd bebizonyítani magadnak, hogy ez neked való, vagy ha azt szeretnéd bebizonyítani, hogy nem neked való, mindenképpen neked lesz igazad, mert lényegében mindent meg fogsz érte tenni, én azt gondolom. Nem én találtam ki ezt a mondást, ez egy ismert mondás. Hogyha megnézzük, akkor azt lehet látni itt az elmúlt időszakokban, hogy az úgynevezett nyitott pozíció aránya néha csökken, ugye itt a, az elmúlt időszakban márciustól elkezdett csökkenni, aztán utána megint vissza kezdett emelkedni. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok a betöltetlen pozíciózusában. Már ugye beszéltünk erről, hogy ez lényegében a koronavírus hatása, beszéltünk arról, hogy sokan korkedvezményen nyugdíjba mentek, sokan nem tudtak visszahelyezkedni a munkaerőpiacra a betegségek miatt, kiújult betegségeik miatt, illetve sokan elmentek ö, ö, magánvállalkozónak ilyen Uber-jellegű Mikrovállalkozásokat indítani az USA-ban. Az USA ezeknek a típusú vállalkozásoknak táptalaja. De a helyzet az az, hogy ijesztően elkezdett visszaemelkedni a betöltetlen álláshelyek száma, miközben egyébként az unemployment rate, azaz a munkanélküliség iráta szinte soha nem látott mélypontokon van. Tehát nagyon sokan dolgoznak, ugye ez a munkanélküliség iráta, tehát, hogy a, a minél alacsonyabb ez, annál többen dolgoznak. Na most hogy van az, hogy, hogy sokan is dolgoznak, de közben sokan nyitott pozíció? Hát úgy, hogy nagyvállalati szinten nem találkozik az infláció miatt a bér igény és a bérajánlat. Azt hiszem, ez Magyarországon is sok helyen így van, meg Európában sok helyütt, mert nem tudnak olyan rugalmasan ö, ö, igazodni úgymond a, 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 bérek az inflációhoz. úgy az infláció az gyorsabban vágtat fölfelé, mint ahogy a béreket lehet uh, korrigálni. És uh, ehhez kapcsolódik egy, egy uh, az úgynevezett munka termelékenységet uh, bemutató uh, index. Ezt úgy hívják, hogy uh, labor productivity, és ez a labor productivity, ez lényegében azt mutatja meg, ez a munkatermelékenységet mutatja meg, vagyis az egy órára jutó produktum kibocsátását, amit úgy számítunk ki, hogy a reál termelés indexét elosztjuk az összes alkalmazott által ledolgozott órák indexével. Magyarán mondva, megnézzük, hogy mennyit dolgoztak, és megnézzük, hogy lényegében abból az egységnyi befektetett munkából mekkora mennyiségű produktum jött ki. Hát azt látjuk, hogy itt az elmúlt időszakokban történelmi mélypontra került ez a produktivitási index. Az index az 1947-re 47-ben volt utoljára ennél alacsonyabb szinten ez a produktivitás. Nem meglepő, tehát, hogy tömeges elbocsátásokra számítanak uh, sokan a nemzetközi jellemzőházak. Uh, elemzői közül, és számítok egyébként én is, mert a, ilyen magas bérezés mellett, ilyen alacsony produktivitással, ugye ami a kettő egyben jár, a magas bérezésekhez viszonyítva alacsony a produktivitás, miközben egyébként nagyon sok a betöltetlen pozíció. Tehát lényegében nagyon sok az üres munkahely, a vállalatoknál, és a meglévő munkahelyekre baromi sokat kell fizetni bérre, és nagyon kevés így az összvállalati termelékenység a költségek arányában, ami azt jelenti, hogy ráfizetéses. Egyszerűen gondolj bele, hogyha te vállalkozó vagy, és van, van egy munkaerő, aki a korábbiakhoz képest sokkal drágábban dolgozik, és sokkal kevesebb munkát tudsz így ezáltal ö, ö, ellátni, mert hogy egyébként ö, nem tudsz sok sokkal több alkalmazottat felvenni, mert nagyon megdrágultak a munkabérek. És egyébként ez kiegészíti sok egyéb olyan tényező is, mint például kevés az input tényező, tehát kevés alapanyag van, amiből gyártani tudsz, sokat kell várni az alapanyagra, ez egy sokszor állameló, sokszor van az, hogy nagyon drága az alapanyag, ezért Helyettesítő alternatívákat kell találni, de mire arra átállsz a gyártásban, az rengeteg idő, a közben is csökken a produktivitásod. Tehát egész egyszerűen nem éri meg a biznisz üzemeltetni. Na most, hogyha össze-amerika szinten ezt látjuk, hogy nagyon sok a betöltetlen ö, állása, akkor ez egyenlő azzal, hogy a következő negyedéves, tehát a, most már a harmadik negyedévről beszélünk, ugye a harmadik negyedéves. Ö, adat sem lesz, a GDP adat sem lesz kielégítő, ami már azért egyfajta recessziós környezetet tud előrevetíteni, amit eddig technikai recessziónak neveztek sokan, de a, de, a, de a technikai recesszió az könnyen át tud csapni valós recesszióba. Egyelőre még az USA ezt el tudna kerülni egyébként, hozzáteszem, mert az USA nincsen rossz állapotban, ha az Unemployment Rate-ből indulunk ki, amiből egyébként nem sokára megkapjuk az új havi adatot itt a piacon. De az Unemployment Rate, az a munkanélküliségi ráta alacsonysága, ami egyébként azt jelzi, hogy munkatermelékeny az USA, csak a nagyvállalatok vannak bajban. De a, de a dolgozók ők elmentek, és, és csinálnak maguknak valami más bizniszt, dolgoznak, és lényegében ettől termelékeny az USA, tehát a gdp az tudna növekedni. De az a helyzet, hogy a Fednek sokkal jobban hozzá kéne nyúlni a, a, a kamat politika útján, kamatemelések fegyveréhez. Mert hogyha nem emelnek kamatot időben, akkor nem tudják megfelelően leszorítani az inflációt, ha nem tudják megfelelően leszorítani az inflációt, akkor továbbra se fognak találkozni a bérigények és a bérajánlatok, a vállati bérajánlatok egymással, ami azt jelenti, hogy akarva, akaratlanul túl sok lesz továbbra is a betöltetlen álláshely, miközben csavartak egyet a migrációs politikán az USA-ban, és sokkal kevesebb a hát mondjuk úgy az emigráns munkavállaló, akik egyébként be tudnák tölteni, akár alacsonyabb bérszinten is, ahogy eddig a történelmi példák igazolták az elmúlt néhány évben, a alacsonyabb bérszinten is be tudnák tölteni ezeket a pozíciókat. Hogyha megnézzük, akkor itt az elmúlt időszakban volt szó arról, hogy az infláció csökkent, és ugye ez kialakított egy hurrá optimizmust a piacon. Itt azt látjuk a statisztikából, hogy júniusról júliusra valóban csökkent az amerikai infláció. egész 1 tized százalékpontról 8,5 pontra csökkent az infláció, és sokan ugye ennek következtében gondolták úgy, hogy akkor a Fed infláció elleni harca az uh, révbeért, és lényegében elindulhat a piaci emelkedés, hogy ugye megnézzük, hogy ezután mi, mi történt, és miért történt így, és most mire lehet majd számítani. Uh, és, és hát el is indult egyfajta piaci emelkedés, de már akkor az elemzéseinkben arról beszéltünk a hétvégi elemzésekben, hogy azért ez egy fals kitörés, és a fals annak köszönhető, hogy nem, nem lett ez átgondolva alaposan, hogy egyébként valóban csökkente az infláció, vagy ez csak a, a, a az optikai infláció az, ami csökkent. Ugyanis meg kellett volna vizsgálnia mindenkinek, aki értelmezi ezeket az adatokat a piacon, de most nem kis hazánkra gondolok, hanem, hanem úgy áll -e globál -e, a nagy világra, mindenkinek értelmeznie kellett volna ezeket az adatokat, aki pénzt tesz a piacba. Valóban csökkent az infláció? ha valóban csökkent az infláció, akkor meg kéne néznünk, hogy csökkente a maginfláció. Nézzük meg, hogy csökkente a maginfláció. Ugye a maginfláció az, az energiatételek nélküli inflációt méri. A maginflációról pedig azt látjuk, hogy a június és július hónapban stagnált. Utoljára ilyen stagnálást, hogyha visszamegyünk itt, a, hogy mikor láttunk, nem tudom, mert minden hónapban csökkent, tehát minden hónapban csökkent, itt uh, látjuk március, április, áprilisról májusra, májusról júniusra, júniusra, júniusra júliusra. Minden hónapban uh, csökkent, egyedül, um, hát itt utoljára februárról márciusra nőtt, és most azt látjuk, hogy stagnált a maginfláció. Ez azt jelenti, hogy az az infláció, ami nem tartalmazza az energia az Jottányit se változott. Ugye az az inflációtól csökkenni, ami tartalmazza az energia input tényezőket. Ugye mi az energia input tényező? Például az olaj, az olajára. Ugye az olajról láttuk az elmúlt időszakban, hogy a világpiaciára lecsökkent, jelentősen erről beszéltünk is. Az olaj világpiaciára, ahogy lecsökkent, lényegében az annak volt köszönhető, hogy, hogy, de mindjárt meg is mutatom, az annak volt köszönhető, hogy, hogy csökkent rá a kereslet. Csökkent rá a kereslet, és lényegében itt látjuk, ez most egy négy napos nézet, itt látjuk, itt volt egy kitörés benne, amit én itt bejelöltem, de igazából ez egy négy napos nézet. A négy napos gyártyákon látjuk, hogy az elmúlt időszakban, már június közepe óta jelentős mértékben csökkent az olaj világpiacjára. Most ez más kérdés, hogy nem biztos, hogy érzi mindenki a kutakon, de ez azért van, mert egyébként a kereslet, a globális kereslet jelentősen visszaesett, az emberek nem voltak hajlandók már ennyit fizetni az olajért nem csak az emberek, hanem a váltok sem egyébként, de jelentősen visszaesett a kereslet, és lényegben ez letörte az olajárakat, és az olajár csökkenés miatt, ha nézzük az inflációt, akkor az infláció valóban csökkent. De hogyha a maginflációt nézzük, amiben nincs benne az olajáraknak ez a fajta csökkenése, meg bizonyos energia ö, ö, szektorok Ban lévő energiahordozók árának csökkenés, és akkor, akkor igazából nem ö, csökkent az infláció, hanem stagnált. Ez pedig lassacskán már úgy fogják hívni, hogy stagfláció, ami megint csak nem túl rózsás a mi szempontunkból. De menjünk tovább. Itt a hétvégi elemzésben arról beszéltem, hogy akkor még itt járt igazán a, az S&P, ezen a szinten, itt állt meg, és arról beszéltem, hogy van, egy, van ez a piros zóna, amit első körben be fog tölteni az S&P, és utána le fog korrigálni, ide ezt egyes zónaértéknek jelöltük meg ezt a, ezt a kék vonalat. Um, itt van ebben, a, ebben, az elemzésben egyébként ez a, ez a hétvégi elemzés Különben A hétvégi elemzés, ez, egy, az most éppen egy 15 oldalas elemzés, ami elég részletesen ilyenkor kifejti azt, hogy, hogy mit lehet várni a piasztól, mik a hírek, itt benne van az MT GOX-el kapcsolatos mozdonat is, hogy ezt mennyire kell, ö, hogyan kell értelmezni, stb. De itt ö, azt, lá, azt, lehet látni, hogy az volt az elsőleges mondás, hogy ezt a piros zónát betöltés utána ide az egyes zónára fog le ö, korrigálni maga maga az index, és hogyha megnézzük, akkor ez így is lett, betöltötte a piros zónát, utána ide az egyes zónaértékre korrigált le maga az S&P. És mivel az S&P-vel együtt mozog a bitcoin, ezért a, ilyen esetben, hogyha most ezt az egyes zónát áttörné, akkor a bitcoint is ezt kimozdítaná ebből az oldalazásból, ezért fontos ez nekünk, és hogyha az egyes zónát áttörné, akkor bizony a bitcoin az ö, ö, át tudná törni az elmúlt időszaki oldalazást sajnos lefelé. Ilyenkor azért az a helyzet, hogy láthatjuk, hogy itt ebben az esésben is ez a mániákus ez az eladói pánik, és mennyire érdekes, hogy hogyan változik a hangulat. Itt nem volt túl rég, még augusztus elején, augusztus első hetének végén, amikor mániákusan elkezdett emelkedni a piac. És igazából ez volt az, ahol már ilyenkor a geppeket ütött, hogy érdemes elkezdeni nyitni rá a sortot a, a piacra. Mert uh, ugye az S&P-vel együtt mozog a bitcoin is, tehát ilyenkor uh, nem érdemes hinni abból, hogy túl messzire megy az árfolyam, hiszen itt egy hatalmas rést bombázott az árfolyam, hogyha ráteszed ezt a gap uh, szűrőnézetet, ezt az indikátort, akkor látod is a be nem töltött uh, réseket általában amiket utána később tölt be, és aztán hát ez be is töltötte, vissza is jött az árfolyam, tehát ilyenkor mindig időkérdése, vagy az esetek többségében időkérdése, hogy visszaérkezik az árfolyam. Ez egy vasmacskaként húzer a, a piacot, erről beszéltem már más fórumokon is egyébként, nemrég nem tartottam egy előadást, ahol szintén ez volt a téma. És hogyha megnézzük mélyebben, hogy mi az, amiről még beszéltem itt az elmúlt időszakban, akkor ez szerintem egy tök érdekes dolog, 8. 21-én, csak hogy Jól tudjuk értem, ez a 8 21-én beszéltem a dollárindexnek az alakulásáról. És ezt most szeretném megmutatni, hogy, hogy hogyan néz ki az elemzésbe bekerült. Itt a dollárindex az lehet, hogy ugye első egy picit unalmas, ugye megint tele van ilyen, mindenféle klix meg van őszintén, én se szeretem, mert mire az ember eligazodik rajta, hogy mit lát egy ilyen videóban már 1512-szer tovább ö, 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 teker az ember. De azt gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, amit egyszer kell megértened, és utána tudod figyelni magadtól, és én mindig örülök neki, hogyha, hogyha ténylegesen örülök neki, hogyha azt látom, hogy, hogy bárki is az elemzői vagy inkább úgy mondom a döntéshozatali mechanizmusát, vagy azt, hogy döntéshozatali pozícióba hozza saját magát, azt ilyen elemzői eszközökre építi. Az, az tényleg, ténylegesen egy jó érzés, mert akkor érzem azt, hogy van egy visszaható ereje annak, amit csinál ilyenkor az ember. Szóval, hogyha megnézitek, akkor azt lehet látni, itt ugye két szín van, az egyik az a zöld, a dollárindex, a másik pedig az S&P 500, ugye az, az 500 legnagyobb tőzsdei vállalatot tömörítő index, és a dollárindex az azért érdekes nekünk, amit itt zölden látunk, mert a dollárindex az amerikai dollár értékét más külföldi valuták indexével való összehasonlításával méri, és amikor a dollárindex emelkedik, az USA dollár viszonylag értékesebbé válik, mint más fiat pénzek. Az amerikai dollár, mivel a globális kereskedelem elsődleges elszámol egysége, ezért ha az értéke emelkedik, akkor az amerikai export drágul, a meglévő amerikai adósságok értékesebbé válnak, a nyersanyagok drágábbak a nem dollárban fizető országokban, és az amerikai államháztartási uh, hiány is lényegében növekszik. Ezért fontos nekünk figyelnünk arra, hogy hogyan alakul a dollárindex. A dollárindexről azt látjuk, hogy a, a dollárindex és az S&P 500, tehát a dollár erőssége és a, a az amerikai tőzsdei indexek fordítottan arányos mozgást végeznek. Tehát fordítottan korrelálnak egymással. Tehát amennyire bonyolultnak tűnnek itt ezek a dombok és völgyek, ez igazából azt szimbolizálja, hogy mínusz egyes, tehát ellentétes a korreláció, ellentétes az együttmozgás a két piac között. Tehát nem, nem is meglepő, hogy azt látjuk, hogy itt amikor csökken a dollárindex, akkor emelkedik az S&P 500, amikor aztán uh, megint csökken, a, csökken az S&P 500, akkor látjuk, hogy emelkedik a dollárindex, még akkor is, hogyha ez nem annyira meredek uh, eltérés mutat, ezért szeretem rátenni ezt a korrelációs úgynevezett koeficienst, mert akkor jobban látjuk, hogy itt, amikor ez ilyen mínuszos értékeket rajzol ki, akkor igazán nagy az ellentétes együttmozgás a két uh, változó között. De ami miatt mutatom ezt az egészet. Itt láttunk egyfajta szétcsúszást. A szétcsúszást azt úgy szoktuk hívni, hogy divergencia, és amikor valaki bedobja ezt, hogy divergencia, akkor, akkor úgy tűnik, hogy fú, ő, ő, aztán elölült a suliba, amikor ezt tanulta. Szerintem ez egy kicsit túl van misztifikálva. Lényegében mondhatjuk ezt, hogy ez egy szétsúszást jel. Tehát amikor egyfajta ő, valamilyen tendencia, az szétcsúszik a piacon, ezt nevezük általában divergenciának ebből a szempontból, és itt azt látjuk, hogy kialakult egy szétcsúszás, mert az elmúlt időszakban augusztus elejét, első hetének végétől elkezdett emelkedni az S&P 500, és elkezdett emelkedni ugyanúgy a dollárindex is. Mit jelent ez? Ugye a dollárindextől nem várhatunk majd hirtelen letörést, ez tudva levő volt, ez be is került tehát ebbe az adott anyagba. És mi történt itt a, ez, a, ez a hétvégi elemzés a Patreon-os? Mi történt? Lényegében azt lehetett látni, hogyha bizony együtt emelkedik a dollárindex és a piac is, a részvénypiac, akkor itt jönni fog egy zakó. És aztán ez meg is történt, lényegében bekövetkezett egyfajta esés itt a piacon, bekövetkezett egy árfolyam szakadás, mert a piac elkezdte ledolgozni ezt a fajta együttmozgást, ezt a fajta nem természetes együttmozgást, amit még egyszer mondom, divergenciának hívunk. És mi történt? Ilyenkor, amikor elkezdi ledolgozni a piac, akkor ezt nagyon meredeken teszi, hiszen ilyenkor sokan felocsudnak, hogy hoppá, itt most egy téves pályán vagyunk, egy téves röppá akkor én akarok lenni az első, aki kiavítja ezt a hibát, és gyorsan kiszállok. És akkor egymással licitálva szállnak ki a résztvevők, mondhatjuk ezt így, nagyon gyorsan tud beszakadni az ajáti könyv, nem mellesleg, nyilván azt bele se keverem most ebbe az ügybe, hogy egyébként um, ilyenkor már kialakul egy csomó határidős long pozíció, mert jön az optimizmus, mert a hírek is ezt erősítik. Pont most került fel egyébként az Amazon az, az elemzése a Patreon felületre, és ott elmondtam, hogy, hogy melyik az a hírmédium, ami Jeff Bezos kezébe van. A szupermilliárdosok kezébe vannak egyébként az amerikai hírmédiumok, ez nem összeesküvés elmélet, és nyilván mindig olyan hírek jelennek meg, amik, a, amik erősítik az ő befektetéseiknek a, hogy mondjam, a, a, pozícióit. Ez teljesen, teljesen egyértelmű. Mondhatni azt, hogy ez, ez rossz, vagy, vagy nem rossz, ez idéz, vagy idéz. Szóval ez az, ami, ez, ez, nem fog változni a jövőben sem. Tehát ezért szoktam azt mondani, hogy kevesebb, kevesebb hírrel jobban laksz. És, 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 tehát itt azt lehetett látni az elmúlt időszakban, hogy, hogy mániákus volt az emelkedés, mert úgy emelkedett a piac, mint hogyha nem jönne el a holnap, mint ha most kéne mindent megvenni, hogy közben a dollárindex is erősödött, és ezekben az esetekben igazából arra lehet számítani, hogy hirtelen kiegyenlítődik ez a, ez a fajta divergencia, és nyilván beszakad a piac, ami így is történt, és ezt végig tudtuk monitorozni. A másik történet, ugye tehát real time lekövettük ezt a, az elemzésekbe. Én azt szoktam mondani egyébként az elemzések kapcsán, hogy nem szeretnék jóst játszani, nem szeretném azt eljátszani, hogy én vagyok a mindent látó szem. Én mindig azt mondom, hogy hogy meg kell néznünk, ha huszár lép f mi mit fogunk reagálni. És mi mindig stratégiába kell, hogy gondolkozzunk, lépéseket kell előrevetítsünk egymás után. És a lépések sorozata az abból áll, hogy ilyenkor előrevetítjük, hogy bizony most emelkedik a dollárindex, bizony az elmúlt időszakban úgy emelkedett a dollárindex, hogy, hogy a, a részvénypiac együtt emelkedett vele. Ha a dollárindex itt még egy picikét fölmegy, az nagyon le fogja törni már a részvénypiacot, mert sokan fognak kapcsolni, és bizony ez egy pánikszerű eladáshoz fog vezetni. És ilyenkor, aki ezt lekereskedi, az azt gondolom, hogy jó jár rövid távon is. És ha megnézzük, hogy hogyan alakult itt a kötvénypiac, ugye a Fednek a legutóbbi kamat döntése az erre a szintre, itt, amit be van karikázva, erre a szintre hozta vissza az amerikai kötvényhozamokat, itt a 10 éves kötvénypiaci hozamokat, és akkor már előre vetettük a különböző anyagokban, hogy bizony a kötvényhozamoknak vissza kell emelkedniük. Vissza kell emelkedniük, mert nem ez a kamatszint lesz, tehát nem a 2,7% pontos kamatszint lesz az, amit a Fed az idei évben ki fog tűzni, tartani fog tartósan. És hát végül így is lett, hogy visszaemelkedett az amerikai kötvénypiac, és a többi az már történelem, ezt már beszéltük máskor is, hogyha rátesszük például az S&P 500-at, akkor itt mit fogunk látni? Az fogjuk látni, hogy hogyha rá, 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 sikerült tenni, azt fogjuk látni, hogy bizony itt is egyfajta ellentétes mozgás van. Milyen érdekes, igaz? Tehát, hogyha most ezt egy ilyen line chartra állítom, hogy lehessen látni, egymás tükörképei. Tehát, ahogy emelkedik a kötvényhozam, úgy csökken a részvénypiac. Itt is, ahogy elkezdett emelkedni, egyértelmű volt, hogy úgy fog csökkenni a, a részvénypiac, de itt is mit láttunk? Egyfajta divergenciát, ugye látjuk a sárgával jelölt eszempén, hogy együtt emelkedett egy ideig a kötvénypiaci hozam, mert sokan azt mondták, hogy a kötvénypiacosok azok, akik nézik ezt. Mert hogy a kötvénypiacosok azok, akik úgy emelik a hozamokat, hogy egyébként a a kamatvárakozások a Fed ö, ö, döntései nyomán, a kamatvárakozások azok nem emelkednek, hát dehogy nem. Mi az opciós piacon is végig monitoroztuk, ez bekerült mindig az elemzésbe hétről hétre, hogy, hogy a, az opciós piacon is a jövőbeli kamatvárakozások, ami a Fed, FOMC kamat döntését illeti, folyamatosan emelkedtek. Tehát egyértelmű volt, hogy a kötvénypiac túl alul van még árazva, és tovább kell, hogy árazódjon, ami pedig egyértelművé tette azt, hogy akkor a részvénypiac be kell, hogy szakadjon, és hogy miért beszélünk erről, Azért, mert a bitcoin az együtt mozog a részvénypiacsal, együtt mozog a Nasdaq-kal, ugye a technológiai szektorral, meg az S&P 500 al tehát a két fő amerikai indexel. Tehát nekünk azt kell megnéznünk így a hierarchiai sorrendben, hogy mit diktál a makrotrend, hogy milyen irányba mozog az amerikai részvénypiac, mert az alapján fogjuk meghatározni, hogy milyen irányba mozog a bitcoin. És mondok valamit, nyilván sokan belesnek abba, hogy látható, hogy mondjuk esik a trend, és megpróbálják elkapni azt az altcoint, ami most fog kitörni. De hogyan? amikor az altcoinok is rendre együtt mozognak a bitcoinnal. Tehát lényegében, ha megtanulod elemezni a bitcoint, akár on-chain analitika alapján, akkor megtanulod irányítani a piaci döntéshozatalodat, és nem fogsz kapkodni az altokkal sem. Az altok nagyon izgalmasak, mert tényleg nagyobbat tudnak fölmenni, mint amekkorát tud menni a bitcoin, de a helyzet az az, hogy sokkal nagyobbat tud bukni is az az ember, aki altcoinokba fektet, is lefelé is túl reprezentálják, úgymond túl teljesítik a bitcoinnak a mozgását. Úgyhogy néha lehet, hogy konzervatív eszköznek tűnik egy bitcoin, de sokkal jobban jársz esetenként, ha csak bitcoinba fektetsz, mert még kevesebbet is buksz, hogyha dc zel közben. Persze a dc miatt sokaknak úgy tűnhet, hogy minél lejjebb jön az árfolyam, az annál jobb. De a dc vel az a probléma, hogy, és ezt kevesen szokták elmondani, hogy a vel az a probléma, hogy bizonyos altokba be is tudsz ragadni. Azért csináljuk egyébként a nyári Top Cap altcoin projekt bemutató videósorozatot, a, a, a zárt feleten, mert átvesszük lépésről lépésre például ténylegesen azt, hogy hogy, um, hogy melyek lesznek azok az altcoin projektek, amik túl tudják élni az elmúlt időszaki vihart. Hogy milyen fejlesztéseken dolgoznak, hogy hány um, hogy mekkora fejlesztési aktivitás van a hálózaton, vagy mindenki elpártól tőle, um, hogy hogyan néz ki a nagy birtokosok aránya, hogy hogyan néz ki egyáltalán tényleg a roadmap-je, szóval mindent átnézünk azokkal a projektekkel kapcsolatban, hogy képbe kerüljünk, hogy, hogy, hogy ténylegesen túlélhetik-e, vagy nem. És van egy csomó olyan projekt, amire én mondom azt, hogy szerintem ezt érdemes, érdemes hagyni, mert, 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 egész egyszerűen tök fölösleges vele kockátot vállalni. És lehet, hogy mások meg azt mondják, hogy az a projekt lesz most a csúcs, mert, mert nem tudom, megváltoztatja pirosról kékre, vagy kékről zöldre, vagy nem tudom, a logó színét, most mondtam valami, mert körülbelül ilyen érvek mentén szokott szokott, hogy mondjam, befektetési döntéshozott arra való buzdítás elhangozni. Most tisztelt a kivétel, sem, senkit nem akarok bántani, csak azt akarom mondani, hogy, hogy néha tényleg annyira le van gömbölyítve a kriptopiasz, mint hogyha tényleg olyan egyszerű lenne, hogy hú, hát azért, mert valaki nem tudom most felvett egy olyan pólót, amire az adott altcoinnak a neve van írva, és abban adott egy interjút, ezért most az az altcoin az ki fog lőni. De hogyan? Hát hogy? Hát az emberek nem ostobák, nem, nem teszik bele a pénzüket olyasmibe, ami, ami szembe megy a trendekkel. Tehát, tehát, vagy, tehát, ami, 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 tehát, hogy nem fogják azt gondolni, hogy valami szembe tud menni a trenddel, hogyha egy kripto uh, tokenról van szó. Szóval persze, egy csomószor megtörténik, az pump and hívják, de a pump and nem fogsz sok pénzt beletenni. Na, pánpendámnak mindig az a lényege, hogy, hogy, hogy lényegében uh, nem válasz fel túl nagy kockátot, mert óriásit is bukhatsz vele. Tehát ha pedig nem válasz fel túl nagy kockátot, akkor összességében kis pénzeket teszel bele pánpendámokba, mi fog történni, lesz, ami bejön, lesz, ami nem, összességében ugyanott tartasz, mint hogyha konzervatív eszközportfóliót építettél volna ki, részvényekből, uh, blue chip kriptokból, és lényegében uh, uh, alacsonyabb éves év per év alapon alacsonyabb hozamot értél volna el, mint, mint amit álmodban prognosztizáltál, de de nem is buktad el a pénzedet. Tehát és uh, itt az alacsony hozamok esetében is itt ilyen éves 80, meg 150, meg, meg, meg 200 százalékokról beszélünk, ami szerintem egy, egy nagyon magas uh, befektetési hozam, úgyhogy mellette mondjuk nyugodtan, nyugodtan tudsz aludni. De a befektetési döntéshozatalokhoz az is szükség, szükséges, hogy türelmes legyen. És nem mindenki tud türelmesen. Ugye ezt szoktam mondani, hogy az ember általában mikor költi a pénzét, akkor, amikor van. És nagyon kevesen tudnak csőre töltött fegyverrel várni, amíg megérkezik a nagyvad, hogy ezt le tudják teríteni, és így néz ki a befektetési ö, piac is. Tehát én azt szoktam mondani, hogy az a fő, hogyha informálódsz, ha kevesebb hírt fogyasztasz, mert mondom, itt a kevesebb az több, mert csak össze fog tényleg teljesen ö, ö, zavarni téged minden egyes hír, amit ilyenkor lehet olvasni, hogy, hogy fölmegy a piac, és tényleg nézd vissza az elmúlt két-három hetet. monitorozd le, keresd vissza, például a, most nem akarok hír médiumokat mondani, se külföldi se magyart, hogy hol lehet olvasni különböző pénzpiaci híreket, de hát ugye ilyenkor felerősödik az, hogy most itt a, itt a Kánaán megyünk fölfelé, és a többi, és, és, akkor emberek tömegei bukják el a pénzüket, és aztán már nem lesz pénzük befektetni valóban akkor, amikor érdemes befektetni. Egyébként én azt gondolom, hogy a, mivel közelednek az amerikai választások, és egyébként az előrehozott választások, és egyébként most itt lesz a nyakunkon a következő Fed kamat döntés, Lesznek itt még meglepetések az idei évben, pro és kontra irányban is, ezeket mind-mind-mind le lehet kereskedni, befektetőként is ezekből lehet profitálni, képben kell lenni, és olyan tudást kell szerezned, amit utána senki nem tud tőled elvenni, mert megalapozott tudás, én ezt tudom, ezt tudom neked, neked mondani. Hogyha tetszett ez az anyag, remélem, hogy hasznos volt, akkor iratkozz fel a YouTube csatornára, mondom, én soha nem szoktam feliratkozni, de ezt mindig el kell mondanom. Nyomd meg a lájkot, like ezzel segíted az algoritmust, hogy minél szélesebb körben eljussanak ezek az információk, és az, annak lesz egy visszaható ereje, mert az segíti lényegében azt, hogy, hogy megalapozott információkra épüljenek a Épüljenek a különböző döntések. Hogyha pedig szeretnéd, akkor képezd magad, ebben segít az AZ Kriptotudásanyagunk, ez videó oktatóanyag, számtalan leckével, illetve tartozik hozzá egy leírás, egy 32 oldalas leírás, hogy hogyan tudod elkerülni a scam projekteket, és akkor így meg fogsz tanulni, portfóliókat képíteni, meg, meg, fogsz tudni tanulni, elnavigálni a kriptopiacon, a, a, azt is meg fogod tudni az anyagból, hogy hol érdemes projektek után kutatni, és el tudod kerülni majd a scam projekteket, illetve van a Blocklands elemző kurzusunk, ez egy magasabb szintű tudást fog neked adni, ebben biztos vagyok, 56 leckéből áll, és segít majd meghatározni azt, hogy, hogy mikor érdemes, kockáztatni, kockázatnak kitenned a pénzedet itt a kriptopiacon, és mikor érdemes kivonnod a piacból a pénzedet. Ugye a pénzed az a te eszközöd, a pénzed az az eszköz, ami segít téged a céljaid eléréséhez, és vigyázz a pénzedre, és ténylegesen az van, hogy tudatosan költsd el a pénzedet. Az infláció így is úgy is elviszi a pénzedet, tehát célszerű valamiben befektetned, de annyi olyan eszköz van a kriptopiacon belül is, meg a részvénypiacon is, ami konzervatív eszköz. Tehát segít téged bebábozódni, bele tudod tenni a pénzed, ami kivárod, hogy milyen irányba mozdulj el, és akkor nem azt fogod csinálni, hogy cikázol a hírek között, meg próbálod elkapni a piacnak a mértani alját, mert valaki azt mondta, vagy nem azt mondta, vagy, 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 vagy bepánikolsz, mert emelkedik emelkedett a piasz 10%-ot, és elköltöd a pénzet, nem ezt fogod csinálni, és sokkal nyugodtabban fogsz aludni, és én azt gondolom, hogy, hogy összességében sokkal, jobb, sokkal jobban fogsz járni anyagilag is. Ebben tudnak segíteni a videó alatti leírásban elérhető oktatóanyagok. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó számotokra is, hogy használni fogjátok azt a tudást, amit most itt ebben megpróbáltam átadni, ezeket az eszközöket, a trading view keresztül eléritek ezeket a mutatókat, használjátok bátran, és építsétek erre a tudásatokat, találkozunk legközelebb, és szép napot, sziasztok!